A Kaposvár Hévíz mérkőzés eredményétől függően akár bajnokavatásra is sor kerülhetett volna Kispesten, ennek megfelelően indult neki a mérkőzésnek a Honvéd. Kozarek beadása után Horváth Pétert sodorták el a 11. percben. Vámosi állt a labda mögé, és magabiztosan lőtte a kapu jobb alsó sarkába a labdát. 1-0-ra vezetnek tehát a budapestiek. A 27. percben Vadóc a középpályán, Horki és egy nagyon jó előnyszabály alkalmazása, így vén mehet a bal oldalon, és Horváth Péter ezúttal nem hagyja, hogy elsodorják, sőt, szép gólt szerez a center pozíciójából. Ragyogó Honvéd támadás volt ez is. Vén pontosan adja középre a labdát, és Horváth jókor érkezik. 34. percben a nyíregyháziak is jelezték, hogy nem mondanak le a pontszerzés igényéről. Itt úgy tűnt, hogy felszabadul a Honvéd kapuján, Vámosi még ügyetlenkedik, sőt szabálytalankodik is Ziffel szemben. Ez is 11-es, Ábrahám hajtatatlan. Márton az ítélet végrehajtó, és ő is okosan passzol a kapu jobb alsó sarkába. 2-1. A második félidőben is a kispestiek voltak aktívabbak, Vadóctól ez egy remek indítás, és Horváth Péternek úgy látszik, hogy ma ez a sors jutott osztályrészül. Lerántották, most 11-es után egy kiállítást tudott összeszedni, hogy csapatát segítse. És nem maradt más hátra, mint ezt az emberelőnyt góra váltani, méghozzá egy formás akció végén Horváth Péter annak a vinnek adja a labdát, akitől indult az akció, egy remek csel, és ott van a mérkőzés végeredményét beállító gól. 3-1, Vén pazar formában futballozott. Nézzük meg, a bajnok jelöltől egy igazán első osztályú gól, és mivel a Kaposvár is nyert, a bajnokavatás elmaradt, de már nem kell sokat várni.